I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Én még technikai szünet, és itt vagyok. Na, itt is vagyok. Nézzük. Inviting. Nem tudom, mi volt, hogy most nálam ment el a net, vagy a szerverek ott összeomlottak, de volt némi difficulty, így minden leállt.
Hallasz? Hallok. Jaj. Nem tudom, mi a fasz volt, szerintem. Ne, és mondom, magyarázok neked. Persze csak nézem. Jó, kifattál biztos, mert azt egy helyben nem szólasz meg. Hát én meg beszéltem itt nagy erőkkel, aztán mondom, nincs válasz. Nézem, hogy a fegyvereim azok úgy nem. Én is. Nem nagyon voltak a kezembe. Akkor itt baj van. Hát szerintem megállt egy pillanatra a neten, vagy valami volt, mert a stream is kifagyott. De már újra. Akkor több, mint valószínűje. Hálón vagyunk, úgyhogy Márk is tudja tovább folytatni a nézést. Még szerencsé, hogy ilyen jót... nem írtak. Nem. Hát most meg nem is látom, ha írtak, akkor se. Mindegy, mert szerintem még egy-két kört vagyok, az, ez meg még egy lesz, utána megyek tényleg, ne. Én is. Én is úgy akarom. Holnap is nap lesz, ezt túl kell élni. Jaj. Ó, belegő is van, mint a dög. Ah! Pedig már nyitottam itt az Atya Úristent is majdnem. Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Holnap egyen visszaveszem a stream teljesítményt, mert még így is 80 a hajtyapot. Az komoly, az komoly baszka. Tehát még de nehezen lehet letartani ilyen messzire. Jó, nyerjük meg ezt a utolsó kettet. Hát az ilyen 50 méterrel már jó. Közvetlen közelről meg nem akar halni az úriember. De hogy ő AK-val volt, jó van. Akkor az AK még mindig erősebb, jó van. Ez a type is ilyen... Na jó, jó, szerintem ez a type. Nem nehéz betartani, és semmi. Jó van ez, valami majd lesz. Hát itt már úgyis az számít, hogy kiveszi észre hamarabb a másikat. Ugrunk egy arzenát? Legyen. Vagy ide. Majd látjuk, melyik a jobb opció. Egy ilyen érzésem, hogy egyik se lesz. Annyian fognak jönni, talán majd. De amúgy a bal oldalon is van egy scavenger, csak nem azt jelölte meg. Azért nem szeretem a arzenált, hogyha így körömbévű van, mert ledobja a loadoutot oda az izék közéje, azt onnan kiszedni. Hát na, hát de mehetünk ide alánk is. Ha gondolod még most. Nem, jó arzenál. Most csak 50-en jönnek oda úgyis. Hát az semmi, az 50 kill. Hát persze. Hát 5 meg szokott lenni, de 50. És bazd meg, hallod. Komolyan. Hát ide a tetőre. Fölmegyek ide a felső tetőre. Jó, ezt nem akartam fölvenni, jó van. Mit kaptál fel? Egy most van tőle. Az nice. Konkrétan belaggolt a játék, és fölkapta a most van tőle a lőszer helyett. Te jöttél be fölöttem? Nem. Nem. Valaki van fölöttem. Folyosón. Nem látok senkit.
Tehát kiment a te jöttél be a tetőről? Aha. Hova a faszomba lett a csávó? De vannak itt, vannak itt. Hallottam, hogy itt rohangált fönt. Aha, itt van lent. Legalább? Ne! Ja. Bent van itt hátul. És nem bírom lerakni, geci! Hát mi a geci? Menj már a faszomba, bazd meg! Minden szóval nem jó, geci. Lefekvős kurva anyádat! Hát bazd meg, nem akarom elhinni, hogy megint beszokom ezt a lefekvős szemét rohadékokat. Nem tudom megérteni, bazd meg, hogy hogy lehet az, hogyha lefekszik, nem kapja meg a híteket. Ugyanúgy lövöm, bazdeg, és nem. Pedig még inkább csak fejre tudok lőni olyankor. Fight your way out and you return to the front line. And you're finished. Fight your way out of this or capture the enemy. Jó, megvan. Jó, megyek a izébe, kiraosztam. Megpróbálom a loadoutot. Jó, megyek akkor egyből a loadoutra. Kettő van. Három volt. Aha, már lőnek. Itt van a szikla mögött. És nem, én nem értem, bazd meg, hogy nem törik le. Van még hátrébb egy jobbra. Jaj. Faszom beléd. Aha. Szerintem megy a loadoutra. Nem. Azaz. És most meg nincs itt fölül shop, bazd meg, beszarok. Itt van még egy mögötted. Narancsa. Hát ez hihetetlen. Jó van, persze. Ez mi a faszom volt, geci? Hogy jött ilyen gyorsan föl? Ja, ketten voltak. Hát ez az arzenál, ez nem adta most be. Hát ez nem. Nem baj. Ez a... Lefekvésesek. Te máma csak így nyereg gulagot, esküszöm. Amúgy ezt a gulagot, ezt így lehet a legkönnyebben megjelni. Én is úgy szoktam, ja. Vagy kifutok balra, és ha ott nincs a csávó, rámegyek a közepére. Ez viccel velem, hogy... Na jó, jelölj valamit, és fogok addig visszamenni. Hát... Itt alattad se nagyon van semmi. Hát ez van itt. Meg van hozzá itt egy autó. És geci, most itt sincsen sok. De még itt vannak ládák. Na csak már felkaptam a nézét. Szabi most. Hát, majd írok neki, hogy már csak egyet vagyunk, hogy csak gondolja. No. Aj, de mély van szar, helyre dobta. Jaj, ne. Fognak belőni.
Á, sokkal legyél pozitívak. Beszállt a kocsiba. Menjünk izé. Loadout fele? Menjünk a... Aha, már lőnek is. Akkor én rámegyek a loadout irányába. Én meg nagyon próbálnak lőni a fiúk. Hát ők már csak ilyenek el. Nem hagyja, én leesek ide a benzinkúthoz. Így nyomják. Hát így. Lazán faszám. Leugrok ide aló, ide hát fállak itt egy semmit. Ó, oh, van egy velgánom. Meg egy pajzsom. Ezzel megváltam a világot. Meg még egy kicsit. Aha, aha. Itt a semminél is kevesebb van, tehát. Vagy loadout, vagy semmi. Szerencsére én még nem vettem ki, úgyhogy te ki tudod venni még egyszer. És már lőnek sniperrel a király, és megint le is szednek, geci. Nem bírok, nem bírok beszélni. Várjál, közel megyünk a kocsihoz. Hát, bezeg, igen. Nem jó sehonnan az a helyzet. De hogy lő mindenhonnan el a gyerek, érted? Se pajzsom, se semmi. De vissza tudlak venni viszont. Jó. Csak jelölj egy csapot. Nézem, itt van lent. Vagy fent, vagy valami olyasmi. Ó, oh, hát ez megint egy jó sok, mert ezek ezt mindig lekempelik. Hát te. Na mindegy, legfeljebb gyors vége lesz. Hát én ezt már nem akarom elhinni, mert én komolyan mondom, visszamegyek a csávót, megkeresem, hogy hol van, bazd meg, de... Agyon verem a faszlomba, bazd. Nem akarom elhinni, geci, hogy fönt volt a domboldalba, aztán már egyből lent volt mögöttünk, és mindenhonnan látott a gyerek. Mert ott mondom, semmi nincs. Aha, esik egy baszki. Faszom. Hol? Nem látok senkit. Autónak. Ide. Aha. Faszomba, ha hol vagy. Ott a csávó. De mivel rak le így? Mi az apja faszával? Bassza meg a jó kurva anyját, mindegyik faszokóval. Akárhova megyünk, mindenhol ott teszél fel. Nem ölő, de sniperra között előri a társa. Azért mondom, hát ilyen gyorsan, hogy dől le. Ez kevés. Ez jó perk. Semmire de jó. Jó lesz. Még nem tudom mire. Lehet ez kevítővel tudom, ha... Hát már nem jó vagyok semmire itt, mert utol ér a gáz. Még van gázmaszkom? Pénzem nem lenne meg. Na, ha most nem lőnek el itt a mező közepén, akkor soha. Még bújok itt a vízbe. Max ott egy izé. Ja. Autót elviszed. A víz tompítja a hangot, nem hallják, hogy jövök. Remélem fönt van a toronyban. De még valószínűleg nem. Á, nem fogják észrevenni, hogy fölmászok, ugye? Nem olyan okott esik a csávó, geci. Itt már nézd! És nézd meg! Leugrik, geci, és lát! Ő látta, hogy ott jövök. Faszamat az anyjába. Leugrott, és már egyből tudta, hogy ott vagyok. Az ilyeneket azért úgy megnézném, hogy mi újság van, fejben állok. Mert az, hogy bazd meg a faszon tudja honnan ugrik, és egyből ránk lát, vagy egyből tudja hova kell nézni. Na cső! Indíthatom? Mhm. Nekünk ez az utolsó,
Azért mondtam, hogy még egyet vagyunk, mert nekem ugye reggel meló. Mondtam, hogy ha még följössz, akkor éjfélig vagyok. Mindjárt itt vagyok. Jó van. Mindig olyan későn jöttök. Mit? Te nem mondod? Igen. Mondom, hogy azért mondtam, hogy ha ja. jöttök, akkor éjfélig maradok. De utána tipli van, mert reggel meló. Na, hány óra van most? Hát 12:30. Jó, ja, 12:30. De mondom, hogy még egy... Fételettük pár kört, aztán... Én meg mentél erre. Ja, az fasza. Mondjuk az se jobb, mint hogyha nappal kéne. Nein, er passt am Now you fight a real enemy. Find a real enemy. Enemy dropping into the AO. Na, Szabi, te választhatod az utolsó helyünket. Vagyok. Jó. Jó. Hát, Ja. Ilyen meglepő, nem? Hát már figyelj, kell a változatosság, mert még mindig ugyanoda ugrottunk szinte. Hol van zene? Hát általában pík alá mentünk, most mentünk egy arzenát, ott szarrá lőttek minket. Ja. Volt egy-két jobb körünk, csak elbasztuk az egyik körbe, ezek nem figyeltünk a hátunk mögében, ezek az... Annyira közel volt a gáz, hogy azt mondtuk, hogy már nincs ott senki. Mentünk elég jól, erre bazzek, hát nem előjött egy csávó a hátunk mögül, azt előtt. Alig volt ember ma, csak 8. helyen végeztünk, aztán. Ja. Hát, elbasztok, de tényleg olyan, hogy már nem gondoltam volna, hogy abból a gátból följön egy ember. És akkor megjelent még kettőnk. Megjelent, igen, egy. Hogy gyorsan fejbe, a Lajos fölelőt nem sem bébe. Beoldalasztak valahogy, nem? Egyedül volt. Vezettünk két fő. Totál a hátba. Leesünk itt valahol elején, vagy megyünk tovább oda, amit a Szabi előtt? Hát megyünk, ameddig tudunk. Már? Leesetek? Nem, még én itt vagyok. Még nem, nekem... kérdezem. Nem, hát még lőnek, nem? Hát lehet, hogy valaki próbálkozik ide, hát... Itt megy mögöttetek egy... Ha. Itt jön egy lő. Jó, engem mindjárt le is lőnek. Itt van. Megy utána a csarnok. Mindjárt mondom. Én nem ide, tovább ide, ment, nem? Ide a teső, tetőre. Jövök tetőre én is. Tovább mentem. Ez én utánam, Lajos. Geci, nem bírtam előni. Ide van, a sátrakhoz bejöttem. Itt is megy egy. Megy mögötted, ott felöltem pingel. De hol lett az, amit leugrott? Sátor, hogy fegyverjél gyorsan. Az leugrott. Hát de hova? Jön, alattunk bejött egy... Vagy bent van egy alattunk szerintem. Hát nem az időt, hát nem mondom. Jövök föntről. Itt van alattunk pedig.
Kidobta hátra oda, hogy a rohadt kullája, neki kedvet. Nem áll! Ó, bazd meg! Én meg vissza... Ó! Ketten vannak, geci! Hát a faszom, verjem bele, hogy nem bír meghalni a rohadt anyjába, bazd meg! Fönt is szarrá lövöm, lent is, azt még akkor se jel. Isten a pacát, bazd meg, hogy mindig ilyen balfasz nyomorékok ellen kell játszani. Geci, be rám dobja, geci, a füstöt. Nem lehet igaz, hogy bazd meg, fönt kell rohangálnia ezeknek a balfasz köcsögöknek. Nem hallok semmit. Tudhatom, hogy már így nyom a szoksz. Tehát egy dán. Jó, egy hát már a gulágba haltunk. Na, ezek öltek meg minket. Jó, ez jó. Hol van, Rizsok is van, jó van. Szemben a túloldalt van a sok. Másik oldalon van. Gyorsan egyet visszaveszek. Még szar helyen. Nem nagyon van jó hely amúgy. Az összes sok szar helyen van ezen az Airfield-en amúgy. Mondjuk ez a legjobb, ez még a legjobb, mert a sátrak között el van dugva. Ja. Van egy legalább, nem? Jól láttam. Jajna. Ott. Azt hittem legalább talán. Na már nem kell sok, meg lehet sikerülni. Köszi. Lehet ki aludít akkor, nem? Ja. Hát, az sincs kilútól vagyunk én. Majd figyelj, nehogy itt valaki jöjjön. Aha, már lőnek. Ne, visszajöttek hullákból, mi? Nem tudom, de nagyon lőnek. Ez a fele üres, minden jövök, átmeg drónnal. Megnézem, hogy mi a jó büdös passz az. Hol vagy te? Én fölmöltem. Ja, te levegőben vagy, ott lőttek, ja? Ilyen drón az, vagy a... Itt a rodaút az üres. Tiszta, itt a hullát fekszenek. Eltűnt a rodaút, csak itt nem érték túl a gulágot se. Úgyhogy minden nyugodtan jön. Vettem az adát? Uh-huh. Na jó van. Szia, van-e? Szerintem én már elfáradtam már. Az nagyon esik. És tap este van. Nap is hosszú volt, tehát bezeg... Mikor? Majdnem 3-4-9-kor értem haza. Este? Ah, most este az. Hát, meló után még mennem kellett egy csomó helyre. Ja, hogy úgy? Ezt akkor 3-4-9-kor hazaestem, gyorsan föllőttem a streamet, elszívtam egy cigit, azt jöttem játszani. Ott van ez... egy izé... Ghosten, a Armor Box-ot fölvetted, amiben jelölt? Tiszta csoda, hogy nem haltam meg leesés közben. Van, rikonoznak mellettünk. Rikonoznak, bazd meg. Faszom. Mi jó? Nem bírtam kimenni, hogy kibaszott ajtóra. Nem tudok fölmenni. Már végeztek a Rikonnal? Akkor már baj van. Ja. Dobom a snapshotot, figyelj! Enni. Ott esik egy, jó? Egy ott esik, ja. Tölt
Honnan lőnek szarra? Föntről a tarongyó, tarongyó, tarongyó. Ezt nem hiszem el, Geci. De akkor honnan rekonosztak? Itt aztán. Már toronyba fönnül. Szerintem egy... Így, Geci, kaptam egy sniper szemből. Oldalból lőnek, srácok. Melyik oldal? Hát a torony alatt vannak valahol, meg hátból itt a sniper. Kifolyott a lőszer, bazd meg. Kapta, lepörött a csávó. Még lefeküdtem. Itt is, jó? Hát ez esélytelen. Itt vannak rajtam. Annyi segítség neki. Á, szarra előttek. Toronyból is. Itt van mellettem a csávó, rajtad van. Valad egymásnak futottunk. Itt van bent a sátorban mellettem. Narancs ping. Miért nem hat rá a step shot? Narancs felül is, mert lehet, hogy battle hardja van neki. Ott áll az meg. Itt van egy rajtam, meg egy jobb roman fight. De hogyan lő ki? Ne akart, hogy megmondjam. Hogyan lő fejbe lő, bazd? Ő fejbe lő. Vagy a hova másról lő ne geci? Hát, ráhúzza neki az aim. Jó, pisztoly. Hát, ott vége is a mallak. Hát, ugyefele még akkor egyet megy indítok. Na, hát, tessék! Jó, így jó. Így tudok felelni, de amúgy nem vagy. Tessék, itt mondom, van hallott. Hitetlen vagy itt a pisztolyol, azt megvan nele a gulág. Hitetlen vagyok, közben kapom a hitet, mi? Ennyi. Most meg aztán leesel egy pisztolyol, az vége van, bol. Vége van a dalnak, mindenki loadoutos. Itt van egy zseri, azt lenyúlom gyors. Próbáld meg. Hát, ha nem őrzik csak egy ketten, hát. Hárman. Ott esik a csávó jobbra. Izen. Hova lettem? Ja, ide vagy. Elvileg az eredeti helyén van. Várja, de nem hagyjuk ott a vér. Ezt a vér. Nehogy már, gyerekek. Hát szerintem lehet, hogy ezt azt nem próbáld meg, mert azt fölvették. Ezt. El tudod még mind érni. Azt már nem éred el. Stop, please. Azt nem éred el. Másikat fölvették. Nincs itt szápli rajta. Vedd fel a monstrantelet. Nincs fel a power-ba. Helivel még jó lehet a monstrantelet. Habár ott benn van alól az épületben. Nettes. De mondjuk más nagyon nincs esélye, hogy mind a kettőnket visszahozzá. Jó, hogy az egyik az bounty, én azt hiszem sample voltam. Nem, az egyik bounty. Nincs más. Nincs más gyerekek itt. Vagy nyakon lőnek, vagy nem, ugye? Hát, igen. Nagyjából ez a két variációban. Most mentek el mögötted a Luffy-val. Nehogy neki menjenek a szarnak meg ki, meghalálni. Hopp, itt vette vissza egy Kroger. Itt a tengerparton ellavírozok oda-vissza, más nem tudok találni. Hát, ja, kb. Ezért mondtam, hogy Halivel még jó lehet a Mosfantin, azt amúgy meg esélyünk sincs. Hallod, képzeld el, most tudtam meg, hogy izé, nem egyik nap néztem, Blipszét meg a streamét, azt mondta az egyik, talán, hogy izé. Hogy vegyék a bosszán tudod, mert a húticsába kiment a térképre. Azt mondja, hogy ha egy kill, az valami Huvinus 20 másodpercet leszed mosszán idejéből. Egy ládanyitást, meg aztán 10 másodpercet. Hagyjad már! Kurva jó, hát jó, mondjuk az úgy éri meg akkor, hogyha mindenki bent van, hárman, és akkor úgy azt mennek. Azt akarom mondani, hogy az elején leugrunk, föltapjuk a mosszán tudat, kibasszunk 10 ládát, vagy 5-öt fejenként, aztán már meg is van.
Ennyi. Hogy legyen egy, akkor egy perc alatt megvan. Hát azért nem is tudtam, hogy ilyeneket lehet ezzel a szarral csinálni. Én sem tudtam, de ezek sem tudtam. Gondol, meg annyi szabályt variálnak, és nem írják soha le. Le van amúgy írva, hogy mik változnak, csak senki nem olvassa el igazán. Mert mindenki, tudod, ezek hát, rámennek ezekre, hogy mit írnak a leakerek. A nagyját, nagyját leírják, a fegyvereket mindenki nézi, hogy milyen fegyvereket húznak le, milyen fegyvereket húznak fel, milyen új kontraktok vannak, új szarságok vannak, de azzal meg senki nem foglalkozik, hogy mik az apró változások. Hát, ja. Én foglalkozik vele, mert kerestem kell egy jó oldalt. Vagy hát, nem egy jó oldalt, hanem... De miért nem alakják bele a játékba, érted, hogy fölgyűjtetik, hogy itt vannak a szabályok, vagy a patchek között ott van. Hát. A patch notes-ban benne kéne, hogy legyen elvileg, igen. Tehát mikor megjön a patch, akkor van egy patch notes. Abban bele van írva, hogy mik változnak. Ja. De Ferenc, hát... A régeket meg törli, nem? Hát azt meg a régi cikkekből, archívumból lehetne visszanézni, hogy igazából most mióta van ez benne. Mert lehet, hogy már kezdetektől így van. Vagy miért nem csinálnak egy olyat, hogy kiírják, hogy Warzone rules. Csak mert ilyen... Mész oda a paper, és elolvashatsz bármit, nem? Hát persze, de figyelj, igazából nem tudhatod, lehet, hogy már ez a Most Frontier így van, az kezdetektől fogva, csak senki nem akar, mindenki akkor vette fel a Most Frontier-t, mikor egyedül volt. Csak akkor mindig autóba ült, vagy helikopterbe, hogy ne öljék meg. Nem tudom, mióta van. Azt lehet... Mi van? De ez megint mi? Mi ez? Mi ez? Támom. Mit vagytok? Az meg most töltött be nekem az. Jó, ma ki is lépett valaki? Fabi. De... Na, nekem ennyi ideig tart, míg a... onnan kilép. Vagy mi ide beszélt, tudom. Most nézzük, az utolsó 10 másodperc belül ki. Hát igen. Elpofáztuk. Kommentet? Hát most megkérdezem, hogy most megy vagy még? Marad most egyet? Most befordult a Favi, vagy mi a bajom? Nem, mert szerintem ő már hogy hívják. Már úgy volt, hogy még egy. Ja, csak kidobta. Na, én látom, hogy itt van. Hát kidobta a játék. Nem kilépett, hanem kidobta. Azt írja. Aha. Ja, most már nem látom, jó. Ja. De mindig a végén dobja ki, nem? Hát nem tudom, hogy este, mert amúgy az a baj ezzel, hogy tehát ugye nem lehet tudni, hogy milyen hálózaton vagy, érted? Tehát a net hálózat is olyan, hogy nekem is most a stream közben egyszer elment a netem. De elég egy 3 másodpercre elment a netem, de kifogyott a játék, kifogyott a stream, mindenki... Tehát egy pillanatra elég szerintem. Hát ja, kifogyott minden, újra kell indítanom az egészet. És neki meg lehet, hogy mondjuk ott, ahol lakik, ilyenkor éjszaka van, ilyenkor este van túlterhelve a hálózata. Beszakadt a netje. Neki amúgy is, nem olyan erős nete van, mert van olyan helyen lakik, hogy nincs olyan nagyon erős net. Ja, tudom, már mondta ezt. Falusi netje van, ahogy mondani szoktam. Ja, tényleg ezt mondta, hogy falusi net, nem jó, nincs jó netje, falusi net van, vagy ilyen. Hát meg most már az a baj, hogy most elég sokan panaszkodnak arra is, hogy ugye az új frissítés óta nagyon laggol a játék. Tehát neki meg amúgy is laggolt a játék, most még jobban laggol. Most is az elő mentünk, hát nagyon jó volt. Nem lehetett játszani azért. Azért mondom, hogy... Léptek ki az emberek folyamatosan, olyan lassú volt, hogy... Jóban. Hát, mondom, tehát mi is játszottunk, még nekem is laggolt, pedig nekem nem nagyon szokott laggolni. Nem szokott? Hát nem veszem észre, tehát úgy vagy hozzászoktam, mert folyamatosan szar. Amúgy sokat nem veszünk észre, mert biztos nem futsz mindig faszálna. Hát, tudsz. Már hozzászoktunk szerintem, de ha durva lag van, azt én is észre veszem azért, de... Nekem sem szokott olyan sokszor mostanában lekapogom, de
Most a kezdésnél az előbb is, hát durva volt mondom. Hát a lobbit már... Ki a fegyver a ládából. A lobbit nem is szoktam nézni, meg amikor elkezdődik, mert akkor még azért mire betöltődik minden. Mondjuk hát, hogy a PC-n hamarabb van. Még gyorsabban betölti a dolgokat, de... Tehát konzolon meg ugye még jobban előadja azt, hogyha véletlen valami gebasz van. Uh-huh. Mindegy, hát ez van. Sose lesz ez jó az a játékban, mindig lesz valami vele. Mindenki a csodát várja a Warzone 2-t, azt majd mindenki pofára esik, mikor kiderül, hogy hát annyira nem nagy szám lesz. Ugyanolyan hibákkal teli dolog lesz szerintem. Hát figyelj, az elején még talán nem. Aztán majd mikor minden jönnek a frissítések, és akkor egyre csak nő, meg nő a játék terjedelme, meg rakják bele az új dolgokat. Mert ugye arra azt mondták, ugye, hogy úgy akarják megcsinálni, hogy nem lesz ilyen összevonás, hogy minden játékkal, meg mit tudom én, tehát a season-okat nem úgy vonják össze, mint itt. Ugye, hogy jött a Vanguard, a Black Ops, Cold War, meg a faszom tudja mi. És ugye a sokfajta játék, ahogy összefűzik, abból vannak a hibák. Mert ugye teljesen mások a fegyverek, teljesen mások a karakterek. Ja, hallottam erről én is. Meg a perkeket, ugye beraktak új perkeket, és akkor üti egymást. De miért bele más? De miért nem írják meg a saját azonjára, profiljára? Hát ugye az a baj, hogy mert ugye ez úgy működik, hogy van az, hogy ha így csinálom meg, akkor jól működik. Meg van az, hogy nem tetszik az embereknek, mert ezt szeretnék, azt szeretnék, amit szeretnék, és így a kettő közé valahol be kell lőni, tehát adnak is valamit, meg próbálnak azért jó helyzetbe is kerülni, hogy ne legyen annyira szar az egész, és akkor ugye ez a középút, tehát megkapják az emberek most a... Most a Warzone, vagy a WoW, vagy a Modern Warfare 2-re ugye így alapokra helyezve ez a Warzone 2, igen, nem? De igen. Mondom, mire... akkor ezt a vonalat viszi végig, és nem lesz az, hogy most... Jön a Cold War, akkor majd annak a fegyvereit rakják be, nem? Hát persze, mert úgy lesz, hogy ez a Modern Warfare 2-re épül, és akkor maximum az, hogy fejleszgetik a Warzone 2-t. Azt a Warzone-t. Vagy a Warzone-t. De hát aztán meg tudod, hogy ugyanaz a stúdiónak kéne, nem tudom ez most miért. Nem tudom miért, hogy mi okoz gondot. Itt bármi bezavar, meg egy ekkora játéknál, ahol ennyi ember játszik, meg ennyi internet. Hát persze, meg az is a baj, ezzel szerintem is... Szerintem ez olyan, sokszor olyan, hogy kiengedik a kezükből, és egyszerűen ilyen önálló értek el az egész, nem? Nem is tudják kontrollálni azon. Hát figyelj, igazából... Hát ezt nem... Próbálják kijavítani, de hát látod, most már hónapok volt a lagból, de mégis jön a King Kong meg a faszom, azt miért nem javítják meg? Hát mert ugye kell az... Tehát mert ugye ez üzletpolitika, tehát kell az új kontrakt ahhoz, hogy neki legyen bevétele. Nem arról beszélek, hanem miért nem javít... Na, most már hallok. Eddig nem hallottam. Itt vagytok? Na, nem hallottam. Na, mert ugye azért nem tudják ki a... Azt mondom, miért nem bevitt kivet, de nem bírja megjavítani. Hát nem bírják, mert az a baj, hogy négy játék van összefűzve, és a négy játék négy különböző felépítése van. Hát maga a játék alapok is, tehát hiába ugyanaz a motor. De nem érted, első két hónapban futott rendszer. Hát igen, mert akkor még csak a Warzone volt. Meg a szerverek teljesítményét is, ugye hát minél több a játékos, ugye annál jobban terhelik a szervereket. És ugye a szerverek nem bírják a teljesítményt. Jó, hát én tudom, hogy miért, de akkor miért nem bírják megcsinálni valamiért. Hát nem bírják megcsinálni, mert a hibákat azért nem tudja kijavítani. Szarnak már rá. Mert ki, ne, hát kijavít egy hibát, az generál egy másikat. Ezt mondom, hogy erre mondtam azt, hogy önálló életek el, hogy nem lehet tudni, hogy persze. Meg hát ugye az a baj, hogy én néztem, hogy utána olvastam már ennek a dolognak, hogy működik ez. És ugye a játékban megtalálni a hibát már az is egy nagy munka, hogy van egy kibaszott nagy kócsorod, és lehet, hogy egy pont hiányzik belőle. De lehet, hogy négy oldalni kócsor, ahol egy pont nincs a helyén, és az okozza a hibát. De most azt, mire megtalálod... Hát találják meg.
Még ha csak teszteket futtatsz, érted? Én is egy programozzam, megtalálja. Én is egy program hát van, de érted, tehát most futtatni kell a teszteket, lefut a teszt, talál egy hibát, kijavítod a hibát, lehet, hogy generál egy másikat, érted? Egyből beugrunk. Jönnek. Ó, én elbasztam ugrást. Én ide hátra. De másikra, mi? Elmentél zöldre, mi? Hát én zöldre jöttem. Hát én is ide szoktunk kezelnem. Hát két. Ti fönt vagy ott. Ah, én vagyok, mennyi? Mész innen? Nézd meg, itt dolagszik, bazdmeg, az én oldalam. Igen, is ide jövök, mehet utána. Igen, mehet utána. Nézd, hogy vagy ilyen gyors? Hát mert lag volt. Pécsi, bazdmeg. Ott vannak. Nem is pécsi. Hol? Hát itt nálam vannak hárman. Lent, alól. Igazából hárman lőttek nagyon egyszerre. Én leugrottam zöldre, hátra. Faszomba vagy, jaj, másik oldalra jöttünk be. Én alól lőttem be. De magtál basztuk, hogy máshol nem. Én megerőltem a zöldet. Én meg oda is ugrottam. Utána, utána valaki ide jelölt a kék. Mondom, azt nem működik. Azt hittem, hogy mondom, hogy helyre jelöltem. Win here and you return to the battlefield. Lose. Kommunikáció, fiatalok, kommunikáció. Kommunikáció hiba. Bement Szabi a jobbra. Azt jó. Jobbra? Igen, jobbra bement nekem. Biztos, hogy jobbra? Figyelj, gyere be, ízé foglalni, nincs itt. Elő-vissza, nincs itt. Nem látom. Most már igen. Lejár. Ez is olyan baromság, hogy ilyen rövid a gulán. Mi a faszom, hogy nem lett egy percig legalább? Attól félnek, hogy miért idő egyáltalán a gulánba? Nem tudom. De azért van, hogy ne kempeljen mindenki. Hát de most egy ekkora gulánba szedett fél óra, és kempelne valakit. Akkor megmondom az átszót. Jó van. Akkor behúznám az ászlót, azt kész, ha kempelnem. Hát persze. Szóval simán hagyhatnánk időre, hanem senki sem akar gulágban maradni. Még azt. Általában nem. Most már tényleg az utolsó. Egyszer szegény processzorom, bazd meg, de a pár nap alatt leöregedett, vagy két éve. Ne? Hát mert ugye a stream most a maximum megy. Tehát a Twitch által ki, hogy engedélyezett maximum teljesítménye. Csak a processzorom 4 GHz-re föl van húzva a 3008-ról, és így megy 70 és 80 százalékon folyamatosan. Majd egyen visszaveszem, hogy ne 70%-on menjen, már csak 50-en. Nincs kedvem venni még egy processzort most. Holding for deployment. Take this time to ready up. Mi van? Senki nem akar ide esni. Ne akar ide esni senki. Hát én lelövöm, srácok. Hát, persze. Na majd akkor mindjárt. AK mester megaprítja a népet. Íj, haver, ebbe belefejeltél rendesen. Ebbe meg én fogok mindjárt. Practice is over. The real fight begins now. Enemy soldier nearby.
Na tehát. Na visszajönjünk Pikre? Megyünk mi ide. A Luffyra. Utána meg ide. Aztán megyünk fölfele, igen. Hogy egyből fölmegyek, akkor mi? Hát akkor egyből fönt leszel. Van baj. Akkor van baj. Egész csapat esik. Akkor egyből fölmegyünk. Gyorsan, mert jönnek a lukival, hogy itt megnézem itt, megnézem itt az autót. Őket. Hallod? Én itt az autónál felfegyverkezem. Ne. Már jövök is. Nehogy most fájjanak ránk. Ma várjuk őket szépen. Peakre mennek fölfele. Láttad? Oda esett egy csapat a Peakre, igen, fölülre. Most lufiznak. Hát azt mondom, hogy ezek még... Arra mennek, amelyre mi szoktunk menni. Lemennek a sokkos házra. Megvan nekik a pénzük. Nem, szerintem... Jó, mindegy, gyere. Most ott lehet, hogy nincs amúgy sok, csak arra a házra mennek, ahol szokott lenni a sok. Jaj, büfike. Fölöttünk van egy csapat, ami tudja. Mit vettünk föl? Ja, az kevés. Kevés. Aha. Mi? Aha, a büdös. Careful with that thing. Ezek ott hagytad. Mi volt az? Hája le. Persze, a másik. Mert a pirosat akartam megnézni. A balba is volt egy, de nem tudom mi volt. Nem tudom, azt én nem vettem olyan hirtelen, föl. Olyan hirtelen kellett föl, nem tudtam elolvasni, bazdmeg. Na tessék, látod, de kapkodsz. Hát persze, mert tele van tolvajokkal könnyű. Ugye? Piszkos, pimasz rohadékok. Itt vannak fölöttünk. Mi volt a fiad? A hája le. Hája le. Kiszaladok? Nem tudom mi van, kellemre megnézni. Ha menjünk innen a picsába, nem? Hát úgy a loadout irányába mondjuk. Alól be... Na itt tudja venni amúgy. Beugrunk ide az alagútba. Egyedül vagy ám. Tényleg, tudom. Házi. Én... Ja, azt hittem, hogy nekem mondod, mert én is. Na hát én jöttem utána, csak megálltad. Van még három láda, hogy ezt gyors megcsippantom. Jó van, én meg át... Faszom. Megértettem, mire izé. Hopp, hogy jó bengál. Hopp, itt hagyta Scavenger. Van egy jó vég. Megérdemel. Van nekem. Igen, csak azért. Nincs. Azért... Ne légy rá. Azért hagyta ott, mert nem bírta fölvenni. Fölöttünk kettő. Meg az loadouton is kettő. Loadouton is vannak kettő. Luffyval megtámadom a lehetőségeket. Hát én nem is tudok elmenni, de az angol is az a hegycsapat. A loadout mellett én... Itt a házban van egy. De egy esik, ugye? Aha, egy esik. Gyere, ott vannak a shopon hátul. Az down. Geci, így körbe lőni egy csávot. A büdös kurva anyátam. Hogy ilyen ravasz volt ez, Geci? Lefeküdt a sarokba, bazd meg. De kivőztem ezt. Én kivettem a lódot. Akkor mene. Megettem, bazd meg, megöltem a down-ost. Megetted reggel ide? Meg, shopon most vették vissza még egyszer egyeket. Fönt a házba sniper van. A loadoutra, ja. Kilő. Kettél lőttek? Én lőttem. Aha, kapom izérő fönt. Jobbról. Nézem őket ott fönt. Annyi rosszat vettem. A kurva anyját ennek a stonernak, bazd. Jobbról. Narancspingen vannak.
Abi de o jelölme honnan kaptad? Fogalmam sincs. Kap már be a faszomat, keci, mert szarra lőttem, a jobb oldali ablakban van a csávó sniperrel. Jó, gyerünk. Szerintem mögöttünk, mögöttünk, fönt a domb. Mögöttünk. Itt, jaj. De nem... Ááá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  Nem bírok rá nézni a gyerekre, mert azért egyből ellő. Föntről lőnek. Eddan mögöttünk is van. Gyere, föntről lőnek. Ott a ház. A sniper, narancsról a sniper ott lő be, az meg a bal oldal, jobb oldal, ablak. Nem, jobbról. A hegyről jön, a hegyről jön. Innen jön a csávó. Jön már. Hát már ott volt a narancs mingen. Ott megy rátok föntről, onnan. Szikla mögül. Próbálok figyelni. Látom. Is van a fölöttünk lévő Milyen fasz? Ezt kapta. Igen. Jó, én húzok hátra innen, picsáv, gyere, Forrest. Ketten ugranak rá. Igen, jó. Futás van. Gyere. Hol? Ugrottak föntről a Luffy-ról ketten. Ha nem kapott semmit, jó, így jön. Cikcak. Bázd meg ezt a hülyes tónát, itt Károly Delgezőn lövöldözni amúgy, ez a legtöbb egy. Egy lába, bazd, mindig meg basztam ahol. Hallod, már nem látom, merre vagyok, bazd. Ott a csávós rácok. Hol? Én cikcakkoltam, nem láttam. Vegyünk már így, mert a tónát nekem nagyon rossz. Jó, mindjárt veszünk egy dódót, csak... Öljünk már meg valakit, aki... Jó, az halt. Az helyes? Torony... Val vagy toronyból lőttek, nem tudom. Hol van még? Hát mögöttünk egy jó pálya. Nem tudom, a torony irányába lőttek itt jobbra. Hogy most fönt van valaki, vagy föntről lőttek, és csak a golyók repültek arra. Azzal a toronyon mentek a lövések, tehát valahol ott van a csávó fönt. Az nem ránk lőtt, nem? Nem ránk lőtt, csak ott volt valaki. Most vette vissza a köcsög ott. Amúgy, de hol menjünk már shopra? Hol van? Kurva anyját. Mint a kutya bolhával. Majd mindjárt kilövik belőlünk a szart is benne. Mi kell vennem egy izét? Én ezt akott, mert rosszat vettem ki, az túl, mert ez nem jó. Megolgoznak. Még hiányzok. Persze, ez kell. Pajzsra fog be. Oké, majd ha találod pajzsot, teszek be, rakuk be. De miért nem szólsz akkor, bazd be, itt van. Hát mert én el vagyok pajzs nélkül. Így is meghalok. Ja. Érted. Uav, izény mindenre jók vagyunk. Ja. Meg én vagyok a bounty amúgy, úgyhogy majd... Várjál még meg. Próbálok nem a ti közeletekbe menni. Tök minden. Ott volt egy buyback. Azonos voltam. Azonos apon az ők pinged. Igen. Jó, akkor... Akkor Forrest veszem a lódot, jó? Felmegveszed a lódot. Veszem egy dolgot. Én meg veszek egy izét, hard cook, mert pénzt még. Munition box. Oké. Nyomd el a dolgot, azt nézzük meg mi újság. Ah, mögöttünk jönnek hárman, pont a hegyen. Jó, az gyors vagyok ja. Ki. Nekem itt is vannak. Már narancs vagy, Jetszi. Így, mögöttem jönnek. De hallod, ezek olyan jól ülnek, hogy ki... Komolyan mondom, nem mit tudom. De hallod, hit. Két hit vagyok, érted? Kettő. Ez a vicc kategória amúgy. Azt hát. HDR... De ha két csapat érted. HDR-rel aimbottal a gyerek, bazd meg. Ott van, ugye, nem el, bazd. Üdös kurva istenit. Úgy előtt a gyerek az aimbottal, hogy az öröm volt nézni. Keszik, bazd meg. Pont akkor... Mondtam, hogy jönnek. Bedob ki a divádát, mert ki tudja, hol vannak ezek a patkányok. De kibasztott velünk. Megint két csapatán, nem áll egy... Áááá... Kezdjük. És nem adja, geci meg! Kettő rád, bazd. A csávó háttal volt de nekem is. Két csapatán volt.
Két csapat jön rá. Mondjuk lehet oda az erőt, akkor sokkal van, mondjuk. Másik meg a Bounty-ra. Na mindegy. Mindegy. A gulág is inkább hagyjuk, milyen volt. A csávó még... Csávónak volt ideje visszafordulni és agyon lőni, miközben én lőttem. Az. Tipeget, topogott. Még azt kilőtt volna, akkor basztam volna fölött ez a kontrollert, ugye? Pedig majdnem. Még jó, hogy nekem... Amúgy, nem? Ja, még jó, hogy nekem a kábelhez van hozzákötve az egér, mert nem tudom eldobni de a faszomba. De jó, hogy még mindig a loadoutunknál harcolunk. Na kettőnk, meg van a két csapat. Hát ott lövik lent egymást. De hallod? Ilyen igazi nyomorékok, minket, minket egyből kilőnek. Ezt meg kéne baszni, ezt a... De az a jó bazdok, hogy minket egyből ellőnek, egymással meg itt harcolnak már másfél percet. Ilyen nincs. Hol van? Melyiket akarod megbaszni? Inkább én meghaltam. Én már semmelyiket nem akarom, mert... De hallod, egymás... Én nem látom. Egymás lövik, de nem tudják eltalálni, de téged egyből eltalálnak. Magyarokra van kiegyezve ez a játék, szerintem. Nem, szerintem ez a csalók, ne, csalók nem... Ott vannak lent. Itt jön valaki, valaki alattam. Itt vannak lent ketten. Ott kutkoznak. Watching our enemy. Itt elővöld? Jaj, ne! Ide fősz rá, ba. Itt mögötted is, olyan messze van. Ne, az a másik oldalon van. Mindig hányat láttam? Én egyet, kettőt láttam. Kettő van itt, fix. Több meg a bóklokba bújkál. Akkor visszamenni sehova, bazd meg. Meg fognak baszni. Ó, persze, most dolgoznak még, de csak itt van még egy. Itt vannak, ott van a házba, ott van egy cifra, ott megfogtam. Ó, a légis ebből a fos játékbú. Azt nem tudom, miért nem törültem el a geciben. Hol van ez a pécsön? Nem terem egy kizér. Súnyi. De hallod, egymást miért nem tudták ellőni, geci, csak minket tudnak ellőni? De bassz meg engem mindig, minket mindig kivőlnek! Hát, hogy geci, megnézem ezt a csapat. Kurva életbe, bazd meg, ott lett valóda odaút, és mentem volna rá. És nézd meg, érted? Ezt akkor nem, megtalál. Ezt nem lövik, geci. Ez itt futkos, mint valami nyomorék, kibaszott nagy gyep közepén. Visszaveszi a társát, senki nem lő rá. Ja, együtt voltak ezek. Ő veszi az utcaimat, hogy rohadj el, te. Persze, neki rohadj. Indítsa. Én nem, már nem, már megyek. Elég volt. Elég, hát már éjfél elmúlt. Reggel kell, nem kell. Na jó éjszakát. Na jó éjszakát, én is lépek a faszomba, mert... Az baj, hogy ilyenkor már agyhalál. Te már az mikor dolgozik? Még más, teljes holnap már nem, ugye? Igen, holnap már lesz, azt mondta. Írt a streambe. Mm-hmm. Már holnap lesz. Jó, köszi a gémek és srácok, jó éjszakát. Én is köszöntem. Jó éjszakát. Köszi, jó ét. Jó ét. Éjszakát. Nézem még milyen szart kaptam a Battle Pass-ba. Megtalálom itt a sok szemétbe. Hát Geci nem igaz, hogy nem látszik.
Na jó van, jó éjszakát. Na jó éjt, csáó, cső. Na jó van, a streamben részvevőknek köszönöm a részvételt. És aki ezt visszanézi, annak pedig jó szórakozást, jó éjszakát.